Svácolninak az utolsó kör előtt vagyunk. Hogy sikerült idáig a versenyet? Tesztelési céllal érkeztünk, ugye én vendégművész vagyok ebbe a történetben a mai hétvégén. Gyakorlatilag az első két gyorsasági az állítgatásról szólt, utána kezdtünk el egy picit versenyezni, de igazából a tesztet helyezzük előtérbe, igyekszek kicsőnök egy olyan autót produkálni vagy csinálni, amiben én is jól érzem magam, ha már megkaptam ezt a lehetőséget, hogy mehetek az autójával, igyekszem el vigyázni is, úgyhogy meg a harmadik körnek is úgy fogunk neki szaladni, hogy versenyen vagyunk, de nem kell kicsiforgatva küzdeni. Attól függetlenül most már tényleg jól érezzük magunkat az autóba Kornéllal. A reggeli apró állítási problémákat úgy néz ki, hogy ki tudtuk fésülni a kocsiból. Kicsit nehéz, mert egyszer a versenyre is figyelni, ugye nem egy teszt, hanem mint azért mérik az időt. Úgyhogy az első két gyorsaságink az nem volt tiszta, ott mindig volt valami apró problémánk. Igazából az ami én rám fogható, hiszen az autóra is figyeltem, a pályára is figyeltem, a kettő egyet kicsit nehéz volt, és voltak apró vezetéstechnikai problémák, féktáv problémák, tehát vagy későn fékeztem, vagy korán fékeztem, tehát ez valami mindig volt. Kanyarsebességgel is voltak problémák, de úgy érzem, hogy a két gyors után úgy eltaláltam egy olyan beállítást, amivel már lehetett menni, akkor még utána hajtással kezdtem már mindig bibelődni, és akkor most ez a második körre gyakorlatilag ez a két gyorsaságéhez arról szólt, hogy próbáltam egy picit igyekezni. Nyilván új gumival mennénk, és a többi, akkor egy picit gyorsabbak is lenni, de attól függetlenül jó hangulatba telik ez a hétvége. Látni egy picit pörgősebb a verseny, de attól függetlenül szerencsénk van, mely jó idő van. Újra összeállt a Budapest Rally. Mi a véleményed a történtekről? Nézd, azt mondom, hogy ez egy érdekes csörte volt itt, hogy a nyilatkozatok megjelenése, illetve az a mögötti háttér az mit akar, azt nem tudom. Kicsit visszásnak tűnik, hogy egyszer azt mondjuk egy versenyre, hogy törlésre került, majd utána visszateszik a programba. Ez valakinek biztos, hogy fájhat, valakinek biztos, hogy jól esik, de kommunikációját tekintve nem túl bizalomgerjesztő, mert azért itt van egy jó pár ember, aki szárnyas szemmel figyeli, és annak megfelelően rakja össze a programját. Úgy érzem, magamról is azt látom, hogy egy versenyre fel szoktam készülni. Erre most van két hetünk, nem egy hónapunk adott esetben, amikor az ember összerakja a programját, hogy mit fog csinálni. Tudjuk, hogy egy változás folyamat kellős közepén vagyunk itt mind a rallisport, mind a szövetség részéről. Ennek nem azt mondom, hogy áldozatai részesei vagyunk, úgyhogy megértést kell tanúsítani. Nagyon örülök neki, hogy ez a Budapest Rally végén is létrejön. Bízom benne, hogy minőségét tekintve a beharangozott minőséget, hiszen pedig egy szükségmegoldást fogunk majd végigélni két hét múlva, mivel a bajnokság szempontjában nekünk ez egy fontos lépcső, ez igyekszünk a lehető legjobban felkészülni rá. Köszönöm szépen, így legyen! Látom! Az a baj, komolyan veszem!